Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Betty konyhájában, Nagy Betty és Kis Betty. Ma egy nagyon finom zserbót hoztam nektek. Lássuk a tésztának a hozzávalóit. 50 dek a finom liszt, 25 dek a margarin, 1 tojás sárgája, 1 mokkáskanál szódabikarbónak, 4 evőkanál porcukor, 1 csomag vaníliás cukor, nem ez az egész csomag természetesen, mert ez nagy csomag, 1 deci tejföl, 1 deka élesztő, fél deci tej, és 1 teáskanál kristálycukor az élesztő felfuttatásához, valamint 1 csipet só. Na akkor lássuk is, hogy hogyan kezdjük. Első lépésként a tejet fellangyosítjuk egy picit kristálycukorral, és mikor az langyos, akkor belemorzsoljuk az élesztőt és felfuttatjuk. Na, a tejet fellangyosítottuk. Vigyázzatok, hogy ne legyen túl forró a tej, csak épp, hogy langyos. Belemorzsoljuk az egy deka élesztőt, és szépen hagyjuk, hogy felfusson. Ameddig várjuk, hogy az élesztő felfusson a cukros langyos tejben, addig a lisztbe beleteszünk egy pici csipet sót, egy mokkáskanál szódabikarbónát, 4 evőkanál porcukrot, 4, valamint a vaníliás cukrot, legyen jó finom vaníliás, ennyi nyugodtan lehet bele, és most belemorzsoljuk a margarint, amit már kimértünk előtte. És ha elmorzsoltuk a margarint, jöhet a tojás sárgája, valamint a felfuttatott élesztő, ami már ilyen szép. A liszthez hozzáadtuk a tojás sárgáját, a felfuttatott élesztőt és az 1 deci tejföl, majd egy ilyen szép gombócot gyúrunk belőle. Utána 4 felé fogjuk osztani ezt a szép kis gombóckánkat, és hagyjuk pihentetni. Amíg a gombóc pihen, addig előkészítjük a tölteléket. Ledaráljuk a diót, megporcokrozzuk, és utána már is tölthetjük. Attól függ, hogy mekkora tepsibe csináljátok, attól függően kell 3 vagy 4 felé osztani a tésztát. Én jobban szeretem, ha 4 rétegű a zserbónk, úgyhogy már is készen van a 4 kis gombóc. Na, miközben így gyurogatjuk a tésztát, közben elmondom nektek, hogy ugye van a Nagy Betty, az vagyok én, meg van a Kis Betty. Néha Kis Betty is megszólalhat. Kis Betty fogja darálni a diót. Na, a Kis Betty azért nem olyan kicsi. A töltelékhez szükségünk lesz egy üveg házi sárga baracklekvárra, amit a Mami Betty szokott eltenni. Nem én, hanem még a még nagyobb mami. Na, készen van a 4 kis gombócunk, addig a diót le fogjuk darálni. 30 deka darál dióra lesz szükségünk, amit majd össze fogunk keverni egy kis porcukorral, és egy üveg nagyon finom házi sárga baraszklekvárra, amit a Mami Betty szokott eltenni nekünk. Nagyon finoman. Na, ledaráljuk a 30 dekagram diót. Nagyon szép házi diónk van. Csodálatos, mert át van nézve, nincsen benne héja. Ez 30 deka, ez ami a zserbóba fog menni, de ezután majd többet is darálunk, mert a következő videónkban már arra gondoltunk a Kis Bettivel, hogy aranygaliskát fogunk
készíteni, ami a másik nagy kedvence a családnak. Na, daráljuk a diót! Fél órát pihentettük a tésztát, és ilyen szépen megkeltek. Na most kinyújtjuk őket, még ezt a hármat ide félre tesszük, és ezzel kezdünk. Most kinyújtjuk a gombócokat a tepsi méretére. Picit lisztezzünk, hogyha ragacsos, nem túl sokat. Kinyújtottuk az első lapot, és szépen belegurigatjuk a tepsibe. Nem baj, ha kisebb egy kicsit, vagy nagyobb, főleg az elsőnél, mert ott még tudunk a kezünkkel igazgatni. Így szépen. Na, a finom házi barack lekvárral megkenjük az első réteget. Nem sajnáljuk belőle. Nem nagyon szoktam a széléig kikenni, mert ha megég a lekvár, az kicsit kesernyés. Úgyhogy csak így körülbelül. Na, erre még úgy érzem, hogy lehet. Így jó lesz. Na, még egy picit. Oké, akkor most jöhet a dió, amiben teszünk egy kis porcukrot. Hát kezdésnek úgy 3 evőkanál. Na, úgy érzem, hogy ez a 3 evőkanál elég is ebbe a 30-nak a dióba. És akkor mehet rá a lekvárra, jó bőven. Kinyújtjuk a következőt, és ugyanígy fogunk eljárni majd a következőt. Miután kinyújtottuk az utolsó lapot is, megszurkoljuk egy villával, hogy a gőzött gázok távozzanak. Aztán 30 percig körülbelül pihentetjük a kész tésztát, és addig előmelegíthetjük a sütőt. Körülbelül 170-180 fokon sütjük, 25-30-35 percig, attól függően, hogy kinek milyen a sütője. 30 percet kelt a sütény, most mehet az előmelegített 170 fokos sütőbe. Perc elteltével kivesszük a gyönyörű sütét. És tűpróbát végzünk. Csodálatos. Megsült. Ha kihűlt, elkészítjük rá a csokit. A teljesen kihűlt sütire elkészítjük a csokimázat, amihez szükségünk lesz kakaóporra, 5 evőkanál kakaóporra, 7 evőkanál porcukorra, 1,5 deci forralt vízre, 1 evőkanál étolajra és 1 evőkanál, körülbelül evőkanálnyi margarinra. Szépen kikevertük a csokimázat, nem volt szükség a 1,5 deci vízre, kicsit kevesebb, olyan 2 evőkanál maradt, úgyhogy most ráöntjük a tetejére. Bocsánat.
hogyha egy kicsit folyós, ez holnapra nagyon szépen meg fog dermedni, és gyönyörű lesz. Néha szoktam rá csinálni még fehér csokiból ilyen szép dizájnokat, de úgy gondolom, hogy most így is gyönyörű lesz. Pár órára hűtőszekrénybe tesszük, vagy egy éjszakára is hagyhatjuk, állni hagyni, és holnap szépen felszeleteljük. Pár óra elteltével felszeleteljük a szépen kihűlt süteményt. Felszeleteltük a zserbót, mi már meg is kóstoltuk, nagyon ízlett mindenkinek a családból. Reméljük, hogy ti is elkészítettek ezt a nagyon finom és egyszerű zserbó receptet. És reméljük, hogy tetszett a videónk, ha igen, akkor kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel a Betty's World Kitchen csatornára, hogy ne maradjatok le a következő videókról, és nyomjatok egy lájkot is, léci. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, legyen mindenkinek szép napja, és várunk vissza benneteket legközelebb is, Nagy Betty és Kis Betty konyhájában. Sziasztok!